Jó estét kívánok! Fenntarthatóság, eredmények, fejlesztések. Kertészeti konferenciára várták szerdán a szakembereket a Sóstól látogató központba. Erről lesz szó a mai esti mérlekben. Tartsanak velünk! A harmadszor megrendezett amolyan baráti találkozóra számos nagyvárosból érkeztek szakemberek. A város főkertésze kiemelte, a konferencia fő célja, hogy a hasonló méretű nagyvárosok bemutassák egymásnak városszépítő, kertépítő tevékenységüket. Ez a konferencia egy kicsit más, mint amit jól ismernek a fehérváriak, mint volt a MÖFÖSZ konferencia, mert itt mi általunk kiválasztott városokat hívunk meg, és ők két fővel vesznek részt, előadást tartanak, tehát ez egy szűkköri konferencia, és inkább a tapasztalatcserére alapul. Egymásnak átadjuk azokat a jó tapasztalatok, ami követhető, és természetesen tanulunk egymás hibáiból. Tehát ez egy kicsit más, mint amit már esetleg korábban is több éven keresztül rendeztünk, amikor 100 fős konferencia volt, tehát ez egy szűkkörű konferencia lesz. A kiválasztásnál szerepet játszott az, hogy olyan települések, amiket esetleg már jobban ismerek, a Virágos Magyarország versenyben elért eredmények, nyilván ott a szakemberekkel közelebbi a kapcsolatom, úgyhogy ilyen településeket választottunk ebben az évben ki, és figyeltünk arra, hogy körülbelül olyan méretű városok, Dunaújváros, Szeged, Pécs jöjjön, akiknek valószínű hasonlóak a problémáik. De hívtunk olyan települést, akik nagyon büszkék arra, hogy évelő kiültetésekből milyen szép eredményeket értek el. Kazincbarcikát említhetem, Dunaújváros a helyi versenyekben, a városszépítésben, amiben ugye mi is azért próbálunk felzárkózni a többi városhoz. Ők ebben nagyon-nagyon szép eredményeket értek el, úgyhogy az ő előadásuk egy rendhagyó előadás lesz. De nagy érdeklődéssel várjuk a főkertnek a szakmai elért eredményeit. Főkert mindig is a szakma élén jár, őtőlük rengeteget tanulunk, és ők a biodiverz ágyakban, talán ők a példák az országban. Milyen tapasztalatokat tud Székesfehérvár átadni? Mi az, ami említésre méltó jóként, jó gyakorlatként, és mi az, ami esetleg negatívunként felzárkóztatásra szorul? Hát ami nagy gondunk, a munkaerő probléma, ez már tavaly is a konferencián kiderült, hogy ez nagyon-nagyon sok településnek gond, és erre keresünk ötleteket. Nyilván a géppark megváltoztatása, a beültetések megváltozása, tehát gondolok arra, hogy egyre kevesebb egynyári virágágy van Fehérváron, helyette évelő ágyakat hozunk létre, amelyeknek a fenntartása hosszú távra, egy 10 évben belül már megtérül, tehát mi nagyon sokat változtunk. Jók a körforgalmaink példája, amit már mutathatunk, hiszen ott már nálunk is megvalósultak nagyon szép évelő beültetések. És hát azért arra is legyünk büszkék, hogy szisztematikusan parkokat felújítunk teljes körűen. Ezeket is be tudjuk mutatni, hogy milyen koncepcióval halad a város. És hát amivel a legeslegbüszkébbek vagyunk, az a Sóstó, nem véletlen, hogy itt tartjuk ezt a konferenciát. Mivel, hogy megnyertük a Virágos Magyarország versenyt, annak egy nagyon fontos része az volt, hogy észre lett a Sóstó, ezt a felkészítő bizottság, a főzsűri éveken keresztül folyamatosan figyelte, és amikor már a Sóstó kész lett, akkor úgy érezték, hogy elértük azt a színvonalat, hogy képviselhetjük Magyarországot, ez a nemzetközi versenye. Tehát most nekünk egy feladatunk van, hogy ebbe a versenyben részt vegyünk, megfelelően képviselve Magyarországot. Úgyhogy nekünk ez a feladatunk idén.
Az egyik legfontosabb probléma, amihez tapasztalatokat gyűjt a város, a megfelelő mennyiségű zöld felület hiánya. Ebben több okból is komoly lemaradást kell behoznunk. Ezt már Mészáros Attila alpolgármester mondta, aki hozzátette, a város ugyanakkor szép eredményekkel büszkélkedhet, akár a versenyeket illetően, akár a virágosítás vagy az erdősítés terén. 3.700.000 négyzetméternyi zöld felület az, amit karbantart a városgondosság évente. Ez nyilván egy nagyon-nagyon komoly kihívás, szakember hiány van természetesen ezen a területen is, itt egyre inkább a gépesítés, robotisítás itt is megjelenik, illetve fontos a város szempontjából, hogy olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyben tudunk zöld felületet növelni. Ugye ennek egyik gyönyörű példája, ahol most is vagyunk, ugye Sóstó, nem győzzük hangsúlyozni, hogy mekkora értéket tudtunk megmenteni ezzel a fejlesztéssel, és hát természetesen a másik lába ennek a fejlesztési dolognak pedig maga az erdősítési programunk, amelyet 2 éve kezdtünk el. Elsősorban a palotavárosi tavak környékén kezdődtek meg ezek a munkálatok. A tavaly évben már több 10 000 fát ültettünk, és az idei tavasszal is csak nem 120 000 fát fogunk elültetni. Így egy nagyon komoly erdősítési munkában kezdtünk, hiszen nyilván tudjuk, hogy a város történelme során ugye az 1930-es évektől komoly iparosodás kezdődött meg, de ezzel pár nem fejlődött annyira az zöld felületek fejlesztése, mint ahogy ez szükséges lett volna. Úgyhogy komoly lemaradást kell behoznunk és pótolnunk. Erre pedig nagyon-nagyon sok millió forintot fordít az önkormányzat. És természetesen örülök annak, és köszönöm a Városgondnokságnak, hogy ezt a mai konferenciát megszervezte, hiszen nem gondoljuk, hogy nálunk van a bölcsek köve. Így nagyon jó hallani, hogy más városokban hogyan csinálják ezt. Nyilván eltérőek a városok gazdasági lehetőségei, a saját bevételek, az állami támogatások, normatíva elosztások is eltérőek, így nyilván más-más lehetőségei vannak a magyar városoknak, de azt gondolom, hogy nagyon sok közös nevező van, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy ugye megkezdtük az európai virágosítási versenyre már a felkészülést. Júniusban érkezik majd a zsűri Székesfehérvárra, ahol természetesen fontos lesz, hogy addig a zöld felületeink milyen állapotban lesznek, de ugyanolyan fontos, hogy a lehetőség szerint minél több embert be tudjunk vonni ebbe a programba, civileket, intézményeket és a helyi lakosságot is. És ebben is óriásit léptünk előre a tavaly évben, hiszen ismét rekordot döntött a virágosítási pályázata a Városgondnokságnak. Nagyon sokan igényeltek a tavaly évben is a virágot, reméljük az idei évben is így lesz, hiszen azt gondolom, hogy ettől lesz még élhetőbb Székesfehérvár. A résztvevő nagyvárosok közül Szeged most először képviseltette magát a találkozón. Makrai László elmondta, az ország 3. legnagyobb városaként a legfontosabb cél, hogy szép és élhető környezetet biztosíthassanak a lakóknak és az odaérkezőknek egyaránt. Ehhez komoly inspirációt kaphatnak az ilyen és hasonló rendezvényeken. Egy cipőben járunk, aki ebben a kérdésben dolgozik, és ebben a elég széles hatáskörben feladatokat lát el önkormányzati társaságként, önkormányzat tulajdonban, és a társaságunk is, és mint minden ilyen társaság, ugye több milliárdos vagy több 10 milliárdos vagyont üzemeltet, amit rábízott az önkormányzat, a közgyűlés. A számunkra is ez a legfontosabb cél, azon túl persze, hogy a város lakatóvá is tegyük azáltal, hogy üzemeltetjük és úgy üzemeltessük, hogy az minél költséghatékonyabb legyen, minél szebb eredménye legyen, azon túl, hogy megtakarításokat is meg tudunk lépni. Tudunk ugye a normálisan gazdálkodni a költségekkel, létszámmal, és egy szép város tudunk teremteni a klasszikus üzemeltetési kérdéseken túl. Városunkban hosszú évek keresztül egyben volt, egy társaságban volt a holdéggazdálkodás és a köztelt fenntartás. Ezen túl pedig hát minden olyan kérdés, amit az önkormányzat vagy a közgyűlés saját hatáskörben nem akar elvégezni, vagy nem tud elvégezni. Így hát a szúnyogírtástól kezdve a közútfenntartás, ugye minden ami ebben a kérdéskörben én úgy szoktam mondani, hogy a felszín feletti objektumok üzemeltését érinti, kivéve az épületeket, a társaságunknak a hatásköre. Ugye mi azokat a legjobb gyakorlatokat tudjuk egymástól elsajátítani, amit ki maga külföldről hozva
saját maga kidolgozásában, hogy egyszer ötletszerűen megvalósított és működik. Ugye ez ne kelljen beiratkozni iskolába, ne kelljen bújni egyébként meg föl nem lehető dokumentumokat, hogy mik ezek a gyakorlatok. Tehát nagyon könnyen és akár ötletszerűen itt egymástól el tudunk millió egy dolgot sajátítani. Már maga ez a látogatóközpont is elég inspiráló számára, mert nálunk is van egy olyan szikes tórendszer, ami a városnak a szélén van, és nincs annyira bekapcsolva a város életére, mint önöknél a sóstó. Tehát már ez egy olyan célt fogalmazott meg bennem, amivel lehetne már uniós pályáztakat akár megcélozni. Ugye megyővárosok és nagyvárosok ugye egy nagyon komoly forrást tudhatnak magukénak. Szegedváros is egy 80 milliárd forintos csomagot kapott meg a kormánytól. Ennek egy részét már be tudtuk tölteni, egy másik része még most zajlik a betöltése. Jelentős közútfejlesztések, városrészfejlesztések, zöldvárosfejlesztések, parkfejlesztések zajlottak a Szeged városában, és szeretnénk szintén példákat adni, és példákat kapni a környező és a szegedi példákhoz mérten a ország nagyvárosaitól, azok a kollégáktól, akik most itt vannak, és mint mondtam, az elején ugyanabb a cipőben járnak, mint mi. Nekünk abban az időszakban van egy jó gyakorlatunk, hogy nem volt a városnak alapvetően egy olyan térképe, amit le tudtunk használni a későbbiekben. Sem a földhivatalnál, sem akkor még a Google-ben nem volt meg. Mi az egyetemben közösen légifelvétel sorozatot készítettünk a városról, ezt alakítottuk át aztán egy nagy felbontású térképé, műszaki térképé. Csete Gábor, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Természetvédelmi szakmai vezetője sóstó stratégiai fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, ez a város élő zöld szíve. Ugye a látogató központunk tevékenysége, ugye főleg így a terület bemutatása mellett ugye a környezeti nevelésre szolgál, és ugye a szakmai konferenciáknak, illetve ezeknek a szakmáknak az összekapcsolásának a legfontosabb feladata, azt gondolom, hogy egy ilyen konferencia. Természetvédelmi szempontból és környezetvédelmi szempontból nagyon fontos városunknak is, meg hát az egész országban az összes kiemelt megyeszékhelynek, illetve városnak az, hogy ebbe az irányba nyisson. Természetesen az elsődleges az, hogy a természetvédelem és környezetvédelem, mert a zöld felület fenntartás és zöld infrastruktúra fejlesztés is össze tudjon kapcsolódni. Tehát ez a legfontosabb a jövőre nézve, úgyhogy reméljük, hogy itt egy nagyon jó kapcsolatrendszert sikerül kiépítenünk a többi várossal, és sikerül majd több ilyen szakmailag magas szintű konferenciát megtartanunk, akár itt, akár máshol. Székesfehérvárnak az egyik legfontosabb zöld felület fejlesztési programja az erdősítési programok. Tehát ugye nem összekeverendő ugye a városfásítással, ahol földlabdás vagy konténeres nagyméretű korosfákat telepítünk közterületre. Ugye a nagyobb hektárú erdőket, tehát nagyobb méretű véderdőket, ligeterdőket, azokat természetesen erdészeti facsemetékkel telepítjük be, és hát mondjuk úgy, hogy az elkövetkező években 10 hektárokkal, több 10 hektárral fog nőni Székesfehérvár, több mint 80 hektárnyi erdőfelülete. Úgyhogy ez egy nagyon fontos előrelépés, azt gondoljuk, a városfásítás mellett. Illetve ami nagyon fontos, nagyon szeretnénk nyitni az ökológiai gyepgazdálkodásnak abban az irányvonalában, hogy Székesfehérvár belterületén is egyre több mérlegelő, természetesen kezelt ökológiai gyepfelület maradhasson meg, illetve már a városban, a városlakók több helyen látták, olyan alternatív megoldásokat igyekszünk behozni a városba, mint például amint buszmegálló zöldítés burkolt felületnél, vagy éppen a színháznál sokan láthatták ezt a könyvautomatát, ez is egy ilyen vadszőlővel felfuttatott zöld felület, és hát nyilvánvalóan ugye a klímaváltozás az itt van a nyakunkon, és nagyon fontos bárhol zöld felületet létrehozni, ahol tudunk. A konferenciára többek között Budapestről, Dunaújvárosból, Kazincbarcikáról, Budaörsről, Komáromból és Pécsről is érkeztek szakemberek.
Ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!